Magyarországot 13 szakmában 14 fiatal szakember képviselte az idei World Skills világversenyen. A legjobbak versenyén 4 napon keresztül teljesítenek meghatározott feladatokat az országok képviselői, amiket a szakértők együtt dolgoznak ki. Ebben az évben bútorasztalos szakmában 1 arany, valamint informatikai hálózati rendszergazda kategóriában 1 ezüst érmet nyertek a magyarok, de több kiválósági oklevelet is hazahoztak. Most ezen a versenyen 1200 versenyző jelent meg, 60 ország képviseletében és 50 szakmában versenyeztek. Ez egy igen nagy horderejű esemény volt. São Paulo-ban került megrendezésre, és itt a magyar versenyzők nagyon szépen szerepeltek. Én úgy gondolom, hogy az egyik legsikeresebb World Skills versenyük volt most ez az elmúlt időszaki. A versenyen induló diákok nem csak szakmájukban sikeresek, nyelvtudásuknak is kiemelkedő szerepe van. A versenyen ugyanis angolul kapják a feladatokat. Egy szakmában 4-5 embert készítenek fel a versenyre, majd további selejtezők segítségével választják ki azt az egy embert, aki végül képviselheti az országot. Nagyon komoly előválogató rendszere van. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi most már ezeket a felkészítéseket, illetve a versenyzőknek a kiutaztatását és a versenyzőknek a kiválogatását. Nagyon fontos az, hogy a versenyzők jól felkészültek legyenek szakmailag, de a szakmai felkészültségen túl informatikai ismeretekkel is kell rendelkezniük, illetve nagyon jól kell beszélni az angol nyelvet, hiszen a feladatokhoz kapcsolódó instrukciókat angolul kapják, ott kommunikálni kell egymással is. A 2018-as World Skills olimpiát Magyarországon rendezik meg. A következő 2,5 évben azon dolgoznak majd a megyében, hogy a térségből is képviseljék az országot.